Világszerte május 8-án ünneplik a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold napját. A szervezet ügyvezető bizottsága 1949-ben döntött a világnappán nyilvánításról. A nemzeti társaságokat működtető, mint egy 190 ország, a dátummal az 1828-ban ezen a napon született alapítónak, a svájci Henry Dunannak állít emléket. Ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a társadalmi gondokon, a, a különböző embereknek a problémáin, a rászorultakon segítsünk. Ugye ő a Szolferinói csatamezőt üzletemberként. Járt akkor ott, és ő akkor látta, hogy a háború áldozatai hogyan szenvednek, és ezen a szenvedésen, az emberi szenvedésen akart segíteni. Önkéntes csapatokat toborzott, és önkéntes segítőkkel tért vissza másnap a csatamezőre, hogy a sérülteket kimenekítsék onnan. Ő akkor azt tartotta fontosnak, hogy az ellátás az arászorultság sorrendjében történjen, és ezt az alapelvet azóta is szem előtt tartjuk. Dünen kezdeményezésére a Vöröskereszt 1863-ban alakult meg Genfben. A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882-ben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörös Félhajt Társaságok Nemzetközi Szövetségének. A Nemzetközi Szervezet alapfeladata a humanitárius segítségnyújtás háborúk idején. Ma a legtöbb ember a vírodás szervezéssel, a szociális segítségnyújtással és a katasztrófa védelmi tevékenységgel azonosítja a vörös keresztet, holott annak napi feladatai jóval sok rétűbbek. Támogató szolgáltatást működtetünk a megyében, anyaotthont működtetünk, ahova bántalmazott anyák érkeznek hozzánk a gyerekeinkkel, Képzéseket szervezünk, előtérbe helyezzük az első segényújtásnak a fontosságát. Számos olyan terület van, ahol azon tevékenykedünk és azon dolgozunk, hogy az emberi méltóságot, az emberi, az emberi életnek a méltóságát meg tudjuk őrizni, és tudjunk segíteni azoknak, akik ebben valamiféle segítségre szorulnak. A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhagy Mozgalom 17 millió önkéntessel és 450 ezer dolgozóval működik világszerte, akik több mint 160 millió embert érnek el évente. Magyarországon több mint ezer munkatársa, 20 ezer önkéntese és majdnem 100 ezer tagja van a Vöröskeresztnek, ők közel 600 ezer emberhez jutnak el.